Sziasztok! Legyen egy gyors felmérés itt az elején, mert én nekem van egy olyan benyomásom, hogy már rég senki nem ismeri az Újragondoló blogot, hogy ki az, aki valaha életében hallott az Újragondoló blogról? Hát azért egy 40% mondjuk, és mások sokan nem. Van, hogy olyan érzésem van, hogy ott vagyok egy társaságban, akik idősebbek, mint én, és szóba kerül valami, és fogalmam sincsen, hogy miről van szó, és mindenki más azt mondja, hogy de hát ezt mindenki ismeri, mindenki olvasta, mindenki látta, de én nem vagyok az a generáció. Ez a benyomásom az Újragondoló bloggal kapcsolatosan, hogy régen volt. Egyébként 2010-16-ig írtam mondjuk, hogy eléggé aktívan ezt a blogot, és akkor valóban sokan olvasták, de hát azóta több lett az én őszhajszálam is. Úgyhogy ez van az Újragondoló blognak a rövid története. Kaptam egy nagyon jó témát, ami viszont testhez álló. Mindig ilyen témákat kapok, és ennek nagyon örülök. Nem tudom, hogy személyre szabott-e, vagy van valamilyen koncepció benne, de örülök ennek a témának, mert érdekel is, nehéz téma is, és fontos téma is. Viszont mielőtt belevágnék, én szeretnék feltenni egy kérdést, vagy még egy kérdést, hogy nagyjából belőjem, hogy végül is hány évesek vagytok. Ki az, aki itt fiatalabb, mint 18 éves? Ez itt tapsot megérdemel. És ki az, aki itt idősebb, mint 25 éves? Néhányan. Ki az, aki idősebb, mint 30? Egy. Tesó. Én is. Kettő. Jó. Hát ez a generáció. Amikor a sikerről beszélünk, hogy gondolkodunk, egészen, tehát a Biblia mást mond nekünk, hogy Isten mást üzen nekünk akkor, amikor 20 évesek vagyunk, és nyilvánvalóan egészen mást üzen nekünk akkor, amikor 30, 40, 50, 60, 70 évesek vagyunk. Néha az a kép ugrik be nekem, gyakran a gyülekezetekkel kapcsolatosan is, hogy van egy kedvenc humoristám, Jeff Dunhamnek hívják, nem tudom, ismeri-e valaki, hasbeszélő, és ilyen bábukkal, vagy bábokkal humorizál, és van egy bábuja, Walter, aki egy ilyen tipikus, kiábrándult, idős amerikai úr, aki nagyon-nagyon cinikus, és semmi újat nem lehet neki mondani, és mindenki lelkesedését letöri. Biztosan Walternek egészen más mondana Isten a sikerről, mint egy lelkes 20 évesnek, aki szembesül vagy találkozik olyan tapasztalatokkal, amelyek megingatják a hitét, vagy megingatja a hitünket, és csalódások érnek. Én megpróbálom ezt innen megközelíteni, ezt a témát. Szeretném két véglettel kezdeni. Ezt megfigyelhetjük általában a keresztény gondolkodásban, vagy ahogyan gondolkodunk a kereszténységről, hogy mindig van egy véglet és egy másik véglet is. Lehet, hogy én valamelyik végletben vagyok, de általában az igazság valahol vagy középen található, vagy teljesen más megközelítésben. Az egyik véglet a sikerrel kapcsolatosan az, hogy a siker bűn. Hogyha valaki sikeres, hogyha valaki valamilyen formában sikeres az életében, akkor az valami bűnös dolog. Erre törekedni is bűnös dolog. Valaki találkozott-e már ezzel a gondolkodásmóddal, hogy a sikeresség az, sikeresség, népszerűség, gazdagság, ilyesmire törekedni bűn. Találkozott-e valaki ilyesmivel? Néhányan találkoztak. Abban reménykedem, hogy javul az egyház, tehát kevesebbet hallunk ilyeneket. Az egyik nézőpont, az egyébként az evangéliumi keresztények egy jelentős része gondolkodik így, idősebb generációból inkább találkoztam ilyesmivel, úgyhogy amikor én a siker szót használtam, vagy a sikeresség szót az írásaimban, én gyakran kaptam a fejmosást miatta, hogy ez milyen szörnyű vagy bűnös dolog, hogy sikerre törekedni.
pedig van szó a Bibliában a sikerről. Viszont ennek van egy másik véglete is, lehet, hogy ezzel inkább találkoztunk, megpróbálom jól megragadni, hogy hogyan jelenik ez meg. Így nevezzük ezt, hogy jóléti evangélium, vagy bőség evangélium. Hallottunk erről valamikor? Ismerős ez? Ez a jóléti evangélium, bőség evangélium. Ami arról szól, hogy ha te Istenben hiszel, hogyha valóban hiszel, hogyha valóban az ő gyermeke vagy, és valóban az akarata szerint élsz, akkor sikeres vagy. Ha nem vagy sikeres, akkor nem hiszel eléggé. És a siker alatt lehet érteni azt, hogy egészséges vagy, gazdag vagy, és megvan mindaz, amire bárkinek szüksége lehetne, és lehetőleg kiemelkedő vagy valamiben, mindent megkapsz, amire vágysz. Persze, ez egy véglet. Megpróbálom úgy megközelíteni ezt a kérdést, a sikernek a kérdését, hogy alapvetően nem a sikerből indulok ki, bár a Biblia használja ezt a szót, sőt, még a szerencse szót is, és a kettőnek van köze egymáshoz a Bibliában. Az egyik visszatérő vagy gyakori megközelítés, amikor a Biblia a sikerről beszél, vagy a szerencséről, tehát a fordítás, ez furcsa, a szerencse az végképp olyan dolog, amit kerülnünk kell. Ugyanígy lehet fordítani számos helyen, amikor valamilyen utat Isten sikeressé tessz, vagy szerencsésé tesz valakit azon az úton. Valamilyen úton elindulok, Isten elindít ezen az úton, valamit el szeretnék érni, és szerencsével járok, vagy sikerrel járok ezen az úton, tehát azt jelenti, hogy amiért útnak indultam, célba érkezem, tehát elérem a célomat, és azt mondja a Biblia, hogy Isten sikeressé tette valaki útját, vagy szerencsésítette az útját, beteljesedett az, ami miatt útnak indult. Szeretnék felolvasni egy bibliai részt, ugyanez nem prédikáció, de valahogy ez mégiscsak helyén való. Ézsaiás könyvéből, az 55. részből, egyik kedvenc bibliai részem, amiben arról van szó, arról beszél Isten, hogy az ő igéje, amit ő elküld a földre, hogyan működik a földön, hogyan működik az emberek világában, és lényegében hogyan válik sikeressé az ő szava. Ez furán hangzik, így lehet, de felolvasom. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér vissza oda, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek is, kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Tehát azt jelenti, hogy Isten igéje sikerrel jár. Most már csak azt kellene tudni, hogy vajon, amikor Isten igéje sikerrel jár az életünkben, az tulajdonképpen micsoda. Hogy mindig egyértelműen vajon az, hogy a mi életünk sikeres. Tapasztaltatok-e már olyat, hogy valamilyen sikertelenségből, amire visszaemlékeztek, hogy azt gondoltátok, hogy te jó ég, ebből van még tovább, vagy innen még talpra fogok állni, fakadt valamilyen siker. Tehát volt-e olyan élményetek, hogy a későbbi siker összefüggésben állt azzal, hogy valamit úgy éltem meg, hogy ez sikertelenség. Volt-e ilyen? Bólogassatok, segítsetek. Néhánya, főleg a fiúk éltek meg ilyet. Köszi a lojalitást. Nem hiszek abban a fajta kereszténységben, ami arról szól, hogy a hit egy ilyen sikerrel végigmenetelni az életen, mert nem erről szól. Sokkal inkább azt látom, hogy azt tapasztalom az életemben és a keresztények életében, hogy
gyakran az történik, hogy az első vizsgán megbukunk, és a második vizsgán megyünk át. És van olyan, aki nagyon jó tanuló, és sosem bukott meg még egy vizsgán sem, és az élete egyik legfontosabb tanulsága, vagy valami, ami alapvetően fordít az életén, az az első alkalom, amikor megbukott valamiben. Olyan élmény. Lehet-e olyan, hogy Isten valami olyasmin keresztül tanít engem, amit én sikertelenségnek élek meg? Lehet-e Istennek terve a sikertelenséggel, azzal, hogy én nem találom a sikeresnek a magam életét, vagy mások nem találják az életemet sikeresnek? Lehet-e Istennek ezzel célja? Mindannyiunk élete valamerre halad, valamire irányul, valamilyen céllal élünk. Ezt nagyon sokszor hallottuk, és hogy Istennek van valamilyen célja az életünkkel. Ezt a célt mi keressük, próbáljuk megtalálni ezt a célt, hogy mi is lehet Istennek a mi célja az életünkkel. Hogyan érhetne a mi életünk célba, hogyan lehetne az életünk útja sikeres, hogyan járhatnánk sikerrel. Az egyik, ami elvonja erről a figyelmünket, az pont az, hogy arra törekszünk, hogy sikeresek legyünk. És a sikeresség az egy ilyen, lehetőleg ne lógjunk ki a sorból, mindent ugyanakkor tegyünk, mint mások, és lehetőleg ugyanúgy tegyünk, mint mások, tehát hozzuk a standardet, ahol lennünk kell. Amikor a figyelmünk erre irányul, akkor a körülöttünk lévő emberekre irányul a figyelmünk, és nem kapunk lehetőséget arra, hogy megértsük, hogy Isten mit akar kezdeni velünk, hogyan akar bennünket sikeressé tenni. Mi a célja Istennek az életünkkel? Van egy Pál apostol nevű fickó a Bibliában, akit korábban Saulnak hívtak, aki egy iszonyúan sikeres ember volt. Saját magáról mondja el ezt, viszont kaptam vizet, kösz. Saját magáról mondja el ezt, valószínűleg azért, mert megint reket vagyok, de mindig reket vagyok. Saját magáról mondja el Pál apostol azt, hogy miben nyilvánult meg az ő sikeressége. Azt lehet mondani, hogy egy ilyen mindenben hozta a színvonalat, abban, amit ő csinált, nagyon sikeres volt, és nagyon magasan képzett, jó iskolákba járt, és vallásilag is abban, azon az úton, amin ő járt, nagyon sikeres volt. De erre Isten hát másként reagált, mert Istennek más terve volt Pál apostollal. Emlékeztek erre a jelenetre, amikor nagy sikerességében, felhatalmazásokkal megy Jeruzsálembe a keresztényeket üldözni, és ott van a damaszkuszi úton egy jelenet, amikor így mindenki leesik a lováról, és történik valami, és kiderül, hogy ez a sikeres élet, ami eddig tartott, annak így vége van, és valami egészen más veszi kezdetét, és így lett aztán Saulból Pál apostol, ami egy teljesen más irányt jelentett, megtérés irányváltoztatás. És hogyha a korábbi szempontból nézzük, biztosan nehéz lehetett Pál apostolnak is ezt újraértékelnie. Azok szempontjából nézzük Pál apostol későbbi útját, a megtérése utáni útját, akik ismerték korábban Pál apostolt, akkor lehet azt mondani, hogy azt látták, hogy hát lehet így fogalmazni, hogy ennek az embernek elmentek otthonról. Ott hagyott valamit, amiben jó volt, valamit, amiben sikeres volt, és valami olyasmit kezdett el csinálni, aminek semmi köze nincsen ahhoz, amiben előtte élt. De azt mondja Pál apostol, hogy értelmezi ezt, hogy Isten felhasználta őt a saját céljainak a megvalósulására. Tehát azt jelenti, hogy Pál apostol élete így töltötte be azt a célt, amiért született. Így nyert értelmet az élete.
mi az, ami a mi életünknek a célja, vagy az értelme? Mi az, ami miatt mi itt vagyunk a Földön? Nyilván a mi kérdésünk arról szól, hogy az, ami most velem történik, az miért történik most velem? Van még időm? Oké, jó. Az, nem tudom, hogy ez visszafelé számlál-e, vagy előrefelé. Ja, oké. Nagyon nehéz felmérni egyébként, miközben az ember beszél, hogy most régóta beszélek-e, vagy rövid ideje. Hogy mi az én életemben az értelme az annak, ami velem történik, mi az én életemnek a célja, mi az, aminek be kellene teljesednie, hogyha az én életemnek valami olyasmiről kellene szólnia, mint Isten igéjének itt ebben a felolvasott részben, hogy valamiért vagyok itt ezen a földön is, el kellene végeznem azt, amiért küldettem erre a földre, mint ahogyan Isten igéje, ami nem tér vissza hozzá üresen. Mi az, ami az én életem célja, amiért én vagyok itt? Én azt gondolom, hogy ez nem egy ilyen teher, vagy egy ilyen súly rajtunk, hogyha erre én nem jövök rá, és ezt én nem valósítom meg, akkor ez nem fog megvalósulni. Erről szólnak szerintem a megtérések, Pál apostol megtérései is, hogy vannak olyan pontok az életünkben, ezek általában sikertelenségek, amikor az életünk fordul valamerre, valamilyen vízválasztó egy sikertelenség, vagy lehet ezt mondani, hogy kudarc élmény, valamilyen megélés, amikor azt lehet mondani, hogy így Isten így irányba helyez. A bibliai nyelvekben, a héber nyelvben és a görög nyelvben is a megtérésre használt szónak az elsődleges jelentése valami ilyesmi. A héber nyelvben eredetileg az is, hogy valamerre haladok, az életem halad valamerre, és ebben történik egy ilyen irányváltás, amikor egyenesbe helyez Isten. A görög nyelvben pedig inkább az, ahogyan gondolkodom, amilyen irányba gondolkodom, amerre visz a gondolkodásom, abban történik egy változás, másfelé irányul a gondolkodásom. Azt lehet mondani, hogy irányba helyez, tehát a cél felé irányít Isten. És mondhatjuk azt, hogy ezért nincsen minden súly vagy minden teher rajtunk, hogy nekünk kell tudnunk, hogy miért vagyunk itt, és nekünk kell megvalósítanunk Isten velünk való terveit, és kitalálni ezt, hanem Isten megvalósítja maga terveit. A mi életünk sem tér vissza hozzá üresen, hanem véghez viszi, amit Isten akar. Ugyanígy van a terve az életünkkel, mint a saját szavával, ami eljön a világba, hogy eljön a világba, hogy elvégezze, amiért küldetett. Hová lehet helyezni a sikertelenséget? Lehet azt mondani, hogy arról van szó, hogy ezekben a helyzetekben Isten erőteljesebben belenyúl az életünkbe. Ez egy ilyen nagyon szabadságorientált, vagy szabadságcentrikus, szabad akaratcentrikus világban, amiben ma élünk, akár még erőszakosnak is tűnhet, hogy Isten beleszól az én életemben. Próbáljátok elgondolni ezt, hogy amikor valaki megpróbál beleszólni az életünkbe, arra mi hogyan reagálunk. Legyen az egy barátunk, vagy bárki más. Nem szeretjük ezt. És lehet azt mondani, hogy Istennel kapcsolatban sem szeretjük, amikor Isten beleszól az életünkbe. Zokon vesszük. De okkal vagy céllal szól bele az életünkbe, és nem azért, hogy az ő önző céljait elérje velünk, hanem azért, hogy az életünk beteljesedjen. Ez azt jelenti, hogy amikor Isten akarata valósul meg az életünkben, olyankor lehet ilyen nagyon profánul fogalmazni, önmagunká válunk. Ez egy kicsit az önismeretről szól, hogy keressük azt, hogy mi Isten akarata, és mind inkább megértjük, hogy mi Isten akarata az életünkre nézve, és ezt betöltjük, egyre inkább önmagunk leszünk.
akivé teremtett bennünket. Ez nagyon messze van attól a fajta önismerettől, vagy önmagunk keresésétől, ami Isten viszonylatán kívül van. Tehát, hogy van valahol Isten, és van a vallás, de hogy valójában én magamat valósítom meg valamilyen módon. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy amikor Isten akarata valósul meg az életemben, ezáltal én egyre inkább önmagammá válok, azzá, akivé Isten alkotott engem, tehát én magam is beteljesedem. Nem tudom, ez így követhető-e? Olyan, minthogyha az, aki te vagy, az egy magocska lenne, amit elvetett Isten, és abból a magocskából felnövekszik valami, és az gyümölcsöt terem aztán a későbbiekben, megtermi a maga gyümölcseit. Nagyon hasonlóan beszél Isten a saját szaváról, vagy a Szentírásról is, az ő igéjéről, mint egy magról, amit elvet a szívedben, ugye a magvető története, és ez a mag gyökeret ver, felnövekszik, és gyümölcsöket terem. A hitről is beszél így. Tehát azt jelenti, hogy így válik sikeressé az az ige, amit Isten elvetett, és lehet használni azt a képet az életünkre is, hogy így válik sikeressé a mi életünk is, hogy egyre inkább azokká válunk, akik vagyunk, akivé Isten teremtett bennünket. Nagyon triviális, vagy nagyon, nagyon közhelyesen hangzik ez, pedig ez a központi üzenete annak, amiről a sikerné szó van. És a siker szempontjából nézve, amikor a végén vagyunk valaminek is visszatekintünk, ezért érdemes például életrajzokat olvasni, hogy valakinek az életrajzát, a végéről visszatekintünk, minden részlet, ami egy életútban ért bennünket, a helyére kerül. De hogyha mi 20, 22, 23, 25, 30 évesek vagyunk, rengeteg részlet nem látható abból számunkra, vagy mások számára sem, hogy mindannak, amit én megéltem, vagy mindannak, amit megélek, vagy átélek, a kudarcoknak és a sikertelenségeknek, és a sikereknek is, hol van helye az én életemben? Miért? Miért ér engem az, ami ér? Jézus, a minden igaz, 33 éves volt, nem élt nagyon hosszú életet. Viszont, hogyha nagypéntek szempontjából nézzük Jézus sikerességét, akkor valaki sikeresnek ítélné-e nagypénteken Jézust? Nagyon objektíven nézve. Oké? Tehát így nem a hit megkérdőjelezéséről van szó, hanem arról, hogy amikor vért verejtékezve ott van a Getsemáné kertjében, amikor keresztre feszítik, amikor a tanítványok, akik körbevették őt, mind azt gondolták, hogy szép sztori volt, sajnos nem működött. Pedig úgy tűnt, hogy menni fog. Később jött a feltámadás. És még a feltámadás után is később jött az, hogy a tanítványok lassan a Szentlélek munkája által odáig eljutottak, hogy egyszer csak elkezdték felismerni azt, hogy mindaz megtörténik, amire Jézus beszélt. Hogyha valaki igazán példa lehet abban, hogy merre is érdemes keresnünk az életünk értelmét vagy célját, akkor az Jézus lehet. És hogyha valaki élt meg sikertelenséget, akkor ő igen. De lehet hétköznapi sikertelenséget is Jézus életéből felidézni. Eszébe jut-e valakinek? Van egy nagyon nyilvánvaló jelenet Jézus életében a sikertelenségre. Ugye, olvastuk Bibliát. Valahol nem működik a prédikáció, meg a csodák sem, meg a gyógyítás sem. Jézus hazamegy,
igen, hazamegy, és otthon prédikál, és nem működik a prédikáció, és ott túl sok beteget sem gyógyított meg. Lehet azt mondani, hogy nem igazán volt sikeres az a próbálkozása. Valamennyire, valamennyi eredménye volt, de nem túl sok. Ilyen élménye Jézusnak is volt. Azt hiszem, hogy ezeket érdemes figyelembe venni, mert nagyon bátorítóak, egy ilyen nagyon tökéletességre törekvő élet szempontjából, amilyet sokszor a kereszténységünk produkál, hogy mind a tanítványok, mind Jézus életében voltak olyan pontok, ahol ez úgy tűnt, hogy ez egész nem megy. Voltak kiábrándulások, csalódások, és aztán megújulások, vagy változások, valamilyen újra neki indulás, és ilyenkor mindig megértünk valamit abból, hogy mi is az, amit Isten szeretne, és az egész hogyan működik. És hát valahogyan mi akadályozzuk ezt, hogy az megvalósuljon bennünk, általunk, amit Isten tervezett velünk. És ez meg arról szól, hogy nekünk is van akaratunk, ez nagyon jó, Isten teremtett ilyennek, Isten képmásai vagyunk, nekünk is van akaratunk. Csak a mi akaratunk nagyon gyakran ütközik Isten akaratával. A múlt héten itt voltam Budapesten egy ilyen diákcsoportban, és van ez a Dixit nevű játék, ismeritek talán. Több helyen ezzel kezdjük az alkalmat, hogy húzzunk egy kártyát, és hogy mondjuk el, hogy milyen napunk van, vagy milyen kapcsolatban vagyunk most Istennel, ilyen tipikus kérdések, és az egyik kérdés az volt, hogy milyen most az Istennel való kapcsolatom, és hogy hogyan tudnám ezt jellemezni. És nagyon nehéz jó kártyát húzni, mert a Dixitben minden kártya ilyen halál negatív teljesen, úgyhogy végül húztam egyet. Volt benne egy indián, meg egy másik fickó egy ilyen csónakban, és egymással hátnak ültek, és az ellenkező irányba elvesztek. És ezt mondtam, hogy ilyennek érzem most az Istennel való kapcsolatomat, egy csónakban nevezünk, csak nem egy irányba. Van, hogy ilyen az Istennel való kapcsolatunk, és erről szól az, amikor én mást akarok, meg Isten mást akar. És általában akkor jó nekem, hogyha végül is én megfordulok is, abba az irányba evezek én is, amerre Isten evez, mert ő erősebb is ráadásul. Így érvényesül Isten akarat az életemben. Nem baj, hogy van akaratom, ez egy ilyen fájtolás Istennel, vagy ilyen edzés, de jó, hogyha Isten akarata érvényesül végül az életünkben, mert az visz a jó irányba. Lehet azt mondani, hogy végül megfordulok a csónakban is, egy irányba evezek Istennel. De ez időbe kerül. És lehet, hogy én azt élem meg, hogy Isten miért nem evez velem abba az irányba. Egy helyben evezünk Istenem. Sehová sem jutunk. Idő kell, mire rájövök arra, hogy nem Istennek kell megfordulnia, nem Isten ül a lovon fordítva, hanem én. Ez a folyamat az, amiben szerintem egy ilyen türelmes hozzáállással a Szentlélek munkája által segít Isten számunkra, hogy felismerjük, hogy merre van az, ahol az ő akarata érvényre jut, és amiben a mi életünk sikerre vezet. De hogy az a siker nem egy olyan siker, én nem tudom, hogy gondoltátok-e, egy kicsit térünk vissza az újragondoló blogra. Amikor elkezdtem ezt a blogot írni, az álmaimban sem gondoltam volna azt, ami abból később lett, hogy több ezer ember vagy félelmetes számok voltak abban a blogban, és volt egy olyan pont, amikor azt gondoltam, hogy mindenhol olyan embereket találkoztam, akik mondták, hogy amúgy ismerem az újragondoló blogot, és már majdnem ezt válaszoltam a reflexből, hogy tudom. De az álmaimban sem gondoltam volna erre, mert annyira merész lett volna. Sokszor Isten így teszi sikeressé az életünket. Valami olyasmit valósít meg az életünkben, amire mi nem gondoltunk volna, mert nem gondoltuk volna magunkat arra alkalmasnak, eszünkbe sem jutott volna, teljesen más irányba eveztünk volna.
Ez az, amikor Isten valamit elkezd az életünkben. És hát nyilván ezek az ilyen próbálkozásaink, amelyek végül sikerre jutnak az életünkben, általában összekötődnek valamilyen veszteséggel. Tehát, hogy valamit azért elveszítünk. Van, hogy az egy párkapcsolat, vagy egy egyetemi szak, vagy egy költözés, valamit elveszítünk, vagy elengedünk, és cserébe jön az, amiből nem gondoltuk volna, hogy ezt Isten kihozhatja az életünkből. Hogyha egy bátorítást kellene megfogalmazni, lehet azt mondani, hogy Isten kitartóan evez a csónakban, abba az irányba, amerre az életünk vezet. A második, hogy ott van a csónakban. A harmadik pedig az, hogy nem az ellenségünk, és nem azért evez a másik irányba, hogy akadályozzon minket. Van, hogy nehéz ezeket elhinni, hogy ez így van, de így van. Egy hajóban nevezünk, és az életünk jó irányba tart. Az idő arra kell, hogy a bizalom kialakuljon bennünk Isten iránt, hogy végre elkezdjünk mi is abba az irányba evezni, amerre Isten. És ez a csónak végül, ez a hajó, ez nem süllyed el, ez a csónak célba ér, és elvisz bennünket oda, személyesen téged oda, ahová te életed kell, hogy tartson, amely megtermi a maga gyümölcseit, mert Isten ezért küldött téged is, hogy elvégezd azt, amiért küldött. Egy rövid imádságot mondjunk itt a végén. Köszönjük Istenünk azt, hogy erős vagy, hogy te egy erős, erős Isten vagy. De köszönjük, hogy ezt az erőt nem ellenünk használod, nem nyomsz le bennünket, nem uralsz le bennünket. Megtehetnéd, hogy a mindenhatóságoddal élj, és ránk erőszakold magad, de nem ezt teszed. Köszönjük, hogy erős Isten vagy, de türelmes Isten vagy. Kitartó Isten vagy. Köszönjük, hogy célt adtál az életünknek, értelmet adtál az életünknek, és hogy az életünk beteljesedhet, célba érhet, kiteljesedhet, felnövelkedhet, gyümölcsöt teremhet. Köszönjük, hogy fontos vagy, fontosak vagyunk a számodra. Bocsásd meg, amikor mi csak önmagunkat látjuk, vagy csak magunkra koncentrálunk arra, hogy mi miben vagyunk, vagy nekünk mi nem megy most, vagy miben állunk egy helyben, vagy mi az, amiben visszafelé halad az életünk, úgy érezzük. De köszönjük, hogy időről időre egy-egy gondolat által, vagy valamilyen belső felismerés folytán valahogyan kihozol bennünket ebből az önmagunkba való tekintésből, vagy magunkba való beleveszésből, és felfedezhetjük azt, hogy te vagy. És ahogyan egyre inkább rád nézünk, egyre jobban látjuk azt a helyzetet reálisan, amiben mi is vagyunk. Köszönjük, hogy kitartóan evezel, és hogy megvárod, hogy megfordulva egy irányba evezhessünk veled. Köszönjük, hogy meghallgattál minket. Amen. Köszönjük szépen. Most jönnek a kérdések. Úgyhogy még ne ülj le. Ja, igen, hát elég gyorsan fognak menni. Nagyon sok kérdést kaptunk, köszi szépen. És haladok visszafelé a toplisten. Beszéltél arról, hogy célba ér a csónak, és az egyik legtöbb szavazatot kérdés az... legtöbb szavazatot kapott kérdés az volt, hogy lehet-e úgy is haladni az életem célja felé, hogy én közben nem tudom, hogy mi a célom. Igen. Ez a rövid válaszom.
Viszont biztosan előbb-utóbb fel fogom fedezni. Tehát, hogyha valóban az életem célja felé haladok, vagy erre visz Isten, nem céltalanul bolyongok, de én nem látom ezt a célt, fogalma sincs amúgy, hogy mi a cél, mint be lenne kötve a szám, előbb-utóbb fel fogom fedezni, rá fogok jönni. Vagy én egyedül, vagy mások véleményéből, vagy visszatükrözéséből, barátok, vagy valahonnan ráébredek lényegében arra, hogy jé, amúgy meg, mint egy fiú meg egy lány, hogy amúgy mi, így tökre. Igen. Hogyan dekódoljam, hogy a sikertelenség az életemben, anyagi vagy kapcsolati, Isten egyfajta irányba helyezése, vagy csak az egyéni butaságom? Jó kérdés. Érdemes neki indulni úgy, hogy tételezzem fel azt, hogy az egyéni butaságom. Próbáljam meg ezt átgondolni, megismerni, kijavítani. Tehát, hogy azt mondani, hogy biztosan nem csapom ebbe magamat. És megtettem ezért mindent, de mégis azt láttam, hogy valahogyan ez így akad, valamit talán fel kellene még ismernem, akkor a következő az biztosan érdemes ezen gondolkodni. Miért van az, hogy a legtöbb keresztjén nem kifejezetten sikeres az életben? Nem sok gazdag, híres vagy egészséges ember van tele, emberrel vannak tele a gyülekezetek? Hál' Istennek én sok sikeres keresztényt ismerek. Vannak sikeres keresztények, tudnék neveket is mondani. De értem a kérdést. Részben oda vezethető vissza szerintem ez a jelenség, amiről az elején beszéltem egy kicsit, megérne egy külön témát egyébként, hogy az igazán hívő ember az valahogyan olyan kellően savanyú és szenvedő kell legyen, ahhoz, hogy igazán hívő legyen. Eléggé sokáig ez az üzenet meghatározó volt, és nyilván ez vonz egy bizonyos réteget, vagy embereket, illetve bennünket is tesz valamilyenné. Lehet azt mondani, hogy ezért lehet egy ilyen jelenség, de azért én ismerek sok nagyon sikeres keresztényt is. És az utolsó kérdés, ami a legtöbb szavazatot kapta, ez egy kicsit személyes. Mi az eddigi legjobb kudarcod? Az a helyzet, ami kilátástalannak tűnt, elrontottad, de hosszú távon lett egy váratlan eredménye. Az a baj, hogy sok van. A legen nem gondolkodtam. De lehet azt mondani, hogy mondom ezt, hogy a legközelebb van, és kicsit gyakorlom is azt, hogy erről beszéljek. Néhány évvel ezelőtt elváltam. Nem én kezdeményeztem a válást, de a végeredményben lényegében ugyanaz történt, tehát elváltá váltam. És azt gondolom, hogy normálisan minden hívő keresztjénnek, vagy Istenbe hívő keresztjénnek hatalmas krízis, vagy válság. Egy ilyen rengeteg ideig ez a kérdésem volt, hogy lehet-e az, hogy ezt Isten akarta így, vagy miért kellett ennek így történnie. És lassan, ahogyan mondjuk nyilván az önsajnálatból lassacskán talpra álltam, azért felfedeztem azt, hogy a mennyi olyan megtapasztalásom lehetett ebből a nagyon nagy napmondató sikertelenségből, vagy kudarcból, amire nem gondoltam volna korábban, nem lett volna időm, nem lett volna figyelmem, valójában nem is érdekelt, tökre el voltam magamnak, a jó kis házasságomban, és például rengeteg embernek megismertem az egyén életében a különböző párkapcsolati, társkeresési, meg mindenféle problémáit, mert jobban érdekelt, mint mondjuk előtte érdekelt, lehet, hogy nem érdekelt annyira. Valamilyen nagy válságból, vagy kudarcból, csalódásból rengeteg ajándék és ilyen értelemben siker fakadt. És ennek a kérdésnek az utolsó része az volt, hogy szerinted Isten nélkül is így alakult volna ugyanez a helyzet? Hogyha nem lett volna jelen az Isten az életedben, akkor ugyanez
a kudarc vagy törés most néhány év múlva visszanézve ugyanígy néznél ki? Talán értem ezt a kérdést, de nem vagyok benne biztos. Sokat gondolkodtam ezen, hogy vajon nem csapom-e be magamat, és nem használom-e arra Istent vagy a kereszténységet, hogy megmagyarázzak az életemben dolgokat. De azt hiszem, hogy pont a legmélyebb, legfájdalmasabb élet megtapasztalásaimban, amikor azt gondoltam, hogy már semmilyen érdekem nem fűződik ahhoz, hogy Istenben higgyek, mert egyébként már nem hinnék benne, akkor ébredtem rá arra, hogy mennyire mélyen az identitásomban, abban, hogy én az vagyok, aki vagyok, meghatározó az, hogy hiszek Istenben. Tehát az, akivé válok, az összefüggésben áll azzal, aki Isten a számomra. Úgyhogy én hiszek abban, hogy az, ami velem történik, vagy történt, annak azzal volt Istennek célja. Nem azt mondom, hogy akarta, hogy az én házasságom véget érjen, vagy hogy akarná azt, hogy bennünket ilyen dolgok érjenek. Viszont azt hiszem, hogy azt használja fel az életünkből, hogy az életünk betöltse az értelmét, ami van. Ezzel dolgozik. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy itt voltál velünk ma. Úgyhogy megtapsolhatjuk szerintem szépen.